Sziasztok, szép estét kívánok, üdvözlök mindenkit. Ismét itt vagyok, és folytatjuk a Demon's Souls-t. Elég jól haladtunk, ugye ott hagytuk abba, hogy majdnem beleakadtam itt valamibe. Szóval ott hagytuk abba, hogy legyőztük a pókot, azt a nagy tűzokádó pókot, ami amúgy tök jó, mert egy pókkal kevesebb. És ez mindenképp örömteli. Szóval nem mintha bármi bajom lenne a pókokkal, mert itt van pár pók lakótársam, és őket békén hagyom, csak ezek a nagy pókok. Nem mindegy. A lényeg, hogy folytatjuk, és utazunk tovább egy másik részre. Sziasztok, szép estét kívánok! Nézzük is! Igen. Sherit Adri, hát igazán nincs mit. Igazából, hát szívesen, de tényleg nincs mit. A subgiftek a botnak. Hát mentek, kész. Nevermind, semmi ilyesmi. Egyedül vagyok software engineer az egész teambe. Szóval többiek kutatók, PhD-sek, semmi ilyesmi nincs. Ki fogunk majd térni erre Mellow streambe, hogy ez jó lenne, hogyha lenne még valaki. Más nem a code review miatt, de az a baj, hogy a code review-t is magam csinálom. És az nem szerencsés. De hát ez van. Bármit bekamuszhatok? Hát... igen is, de előbb-utóbb azért elfogy a talaj az ember lába alól, tehát ha nincs eredmény, akkor az baj. De a Navima persze van rugalmasság a dologba, de inkább nem használnám ezt ki. Na, szóval... Terdum dokumentáció kapcsán meg hát működjön, legyen gyors, meg van egy pár dolog, amit módosítani kell, de amúgy minden rám van bízva. Ami részben jó, részben meg hát kicsit nehezebb így. De ez van. Na, nyugodtan kérdezzetek még így a munka kapcsán, csak közben pörgetjük. Na, szóval, ahogy mondtam, legyőztük a pókot, viszont most egy másik világba megyünk, mégpedig ide, a Prison of Hope-ba. Azt mondja, hogy Latria. Így hívják a helyet, csak a nagyfejem kitakarja. Tehát Latriába megyünk. Queen's Ivory Tower. Tehát a királynő elefántcsont tornya. Ó! Igen, tehát megölték a királynőt. És minden, hát ilyen királyi előjárót bebörtönöztek. Jó. És hát ott sírdogálnak most. Megvan-e már, hogy milyen kardot akarok? Hát... valami Dex vagy Strength. Hát jó lenne valami... hát katana. Ezen gondolkodok, hogy katana. Vagy valami nagy, ilyen írdatlan nagy Strength kard. De még egyelőre bizonytalan vagyok. Na, ez egy böri. Ez határozottan látszik. Hát induljunk meg valamerre. Itt egy sor, ez egy shortcut lesz, gondolom. Ogit of Guidance. Ez egy kínzószék.
Így ránézésre. Oké. Okay. Ez nem az az area, amire gondoltál. Nevermind, akkor te nem erre jöttél tovább? Ezek szerint. Zárva van. Hát nem tudom. Én ezeket levágom. Lehet nem kéne. Mindegy. A pók után lehet még menni. Hát igen, csak az... az szerintem nehéz lett volna nekünk, nem? Zárva. Mondom, lesz valami kar, amit majd meg kell húzni, és akkor kinyílik. Read inscription. Prison of Hope West 3F. Oké. Okay. Hát ez mi? Ez micsoda? Jó, mindegy. Soul, az nagyon jó. Na, ez nyitva van. De itt meg nincs semmi. Titkos fal? Nem. Persze meglátjuk, mert lehet, hogy ez a terület is nehéz. De ahogy mondtam, guide alapján megyünk. És a guide-ba pedig ezt javasolták, hogy erre jöjjünk. Lehet azért fájt annyira. Hát igen, 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 igen. Bízok a guide-ba, hogy nem mond hülyeséget. Aztán majd meglátjuk. Ezért is úgy játszottam végig a Bloodborne. Ott alapvetően nem mondtak hülyeséget. Nincs nagy healing mi. Pókra elhasználtuk az összeset. Na, mindegy. Hát, ha itt találunk. Szól. Pici az életem. Hát... igen, mondjuk... később terveztem húzni rajta. De majd meglátjuk legközelebb, amikor szintet lépünk, akkor megnézzük, hogy... hogy állunk. Aztán... lassan lehet, hogy kéne egy pici élet. Így human formba nem olyan vészes. Majd meglátjuk, hogy halott formba milyen. Hát igen, amúgy meg, ha nem ütnek meg, akkor mindegy. Én itt szorgosan nyitogatom ezeket a cellákat, mondjuk legalább valamelyikben van loot. Ha. Sose tudjuk meg, hogy itt le lehet-e ugrani vagy sem. Mindenesetre gyanús. Ez így zárva van. Ott is van bent egy...
Most úgy alapvetően a damage-el, mint hogyha nem lenne baj ezeknél a enemiknél legalábbis. Szóval lehet, hogy később, lehet, hogy a következő színnél már akkor HP-ra fogunk. Ó, a kulcs! Prison of Hope 3F. 3F az amarébb volt, egyel visszább. Ez az East 3F. És milyen kulcsot vettünk föl? 3F. Opens the hallway. 3F. Hát akkor ez a harmadik emelet, gondolom, és akkor itt valamelyik... Hát a folyosó. Ezek még volt ilyen piszkátor. Mindegy. Mercury Stone Shard. Oké. Hát itt nem lehet akkor tovább menni. Akkor szerintem hát vissza kell menni, és ott ki lehet nyitni azt a folyosó kaput, ajtót. Mert hát még esetleg... Hát majd, hogyha nagyon nincs hova tovább menni, akkor ide leugrabugrálunk, de... Nekem nagyon gyanús, hogy oda nem kéne. Hol volt az a kapu? Ott, ugye? Talán ott. Így van, Death lesz First Try, ezért lesz mindössze 6 óra végig egyszer. Van amúgy ilyen, azt hiszem YouTube-on találtam ilyen 6 órás végigjátszás, most nem ilyen speedrunokra gondolok, hanem ilyen, tudom, ilyen minden, amit muszáj megcsinált, aztán 6 óra volt. Igen, ez az a kapu. Ah, és itt egy füstkapu. Jó, és megyünk föl a következő emeletre. Ez akkor gondolom a 4F lesz. Mi volt ez? Semmi jó. Azt tudj, hogy... Nincs valami... Hogy kell? Ó, persze. Elfogyott. Jó, akkor ott marad. Open. Hm.
Ephemeral Eyes. Oké. Okay. Jó, semmi baj. Mindegy, majd visszajövünk, ha lesz olyan cuccunk, amivel le tudjuk, lehet, hogy lelőni se lehetett volna. West 4F. Igen, akkor a negyedik emelet. Meglepő módon. Kulcs nincs. Arra lehet tovább menni. Majd egyszer csak. Ez meg nem ajtó. Jó. Mindketten nagyon ügyesek vagyunk. És folyamatosan mellém ütött meg én is. Jó, hát nincs több healünk. Igazán lehetne itt. Noble Lotus. Hát ti mit csinál? Láttátok, itt bevoltak, ott átcsorogtak a vázába. Hát jó van. Na mindegy, menjünk tovább. Köcsögősködtek, így van. Ez miért van nyitva? Lezuhannánk. Jó, akkor erre kell tovább jönni. Szól. Ó! Armor. Szia, GS Viktor. Köszi a követést. Néz a játék ideig? Nem mondanám. Úgy különösebben nehéznek. Van persze olyan egy-két olyan rész, amelyre még nem kell mennünk. De alapvetően nem mondanám különösebben nehéznek eddig. Legalábbis én arra mentem, amelyre a guide, amit olvasok, javasolja. Szerintem eddig nem vészes. Nézem ezt a... Ó! Ez azért érdekes, mert ez nagyon kis könnyű. Aha, hát a statjé alacsonyabbak, bár nem sokkal. Viszont nagyon könnyű, hogyha látjátok ott a... fönt... jobb oldalt. A 1,2 kiló, ez meg 13,9. És annyi azért nem jobb. Na lássuk. Oké. Okay. Ó, ez mindenképp jó. Ezek nem tudom miért vannak itt. Ha, equip burden milyen alacsony lett. Na, ezt kipróbáljuk. Használjuk egy kicsit. Meglátjuk milyen. Anyád. Ah.
Fasz. Semmi baj. Semmi baj. Kicsit meghaltunk, de hát Istenem. Nem vagyunk messze egyébként. Én most mondom itt Viktornak, hogy nem nehéz a játék, erre meghalok. Első dolga, amit csinálok, hogy meghalok. Hogy mi? Szerintem is, amúgy stopsorósnak van igaza, hogy szerintem a Sekiro azért az nehéz játék. Én úgy gondolom, bár én még nem játszottam vele, de elbeszélések alapján a Sekiro az egy nehéz játék. Dark Souls egy túl lassú volt. Hát igen, a Sekiro az... Ott az egy tényleg nagyon gyors... Én... Ja. Itt voltunk, ugye? Hol a szól? Itt van. Merre van ez a József? Pont a másik irányba. Na ne varázsolja itt! Aj, jó. Bloodborne. Én nekem nagyon-nagyon, nekem a kedvencem eddig a Bloodborne a hangulata miatt. Viszont az biztos, hogy szerintem az egyik legnehezebb. Játék, amivel én valaha játszottam. És... hát itt majdnem leestünk. Szóval az tényleg nehéz, viszont annak a hangulata az valami elképesztő. Dancepad speedrun. Nagyon jó. Köszönöm, köszönöm stopsoros. Van most egy streamer Twitch-en, aki konkrétan egy gitárral játsza végig az Elden Ringet, de egy rendes akusztikus gitárral. Miss Mika, így van, igen. Ő volt az, aki végigjátszott két Elden Ringet párhuzamosan, az egyiket kontrollerre, a másikat dancepaddal, és egyszerre. Ja, felvettük a kulcsot, várjatok. Figyeljek a játékra is, mi? Vettünk fel egy kulcsot. Hát igen, az nem kevés koncentrációt igényel, hogy... Én el sem tudom képzelni. Tehát egyet is nehéz végigjátszani, nem úgy kettőt. Mi ez a fresh spice? Ezt megnézem már. Mire jó ez? Consume to slightly replenish MP. Jó. Menjünk tovább. Ja.
Ó, oké, itt vagyunk a túloldalán ennek a... Oké, jó-jó. Csókolom. Ez kicsoda. You're still intact, aren't you? Where do you call home? Dear me, I shouldn't pry. Oh, perhaps you'd like something from my collection. I've known for days. I was once the wife of nobility, and I have some nice things to show for it. Oh. Valami nemes asszony volt. Before, there were many others trapped here. But they were driven mad, and ventured above of their own volition, redemption. There exists no such thing. The queen banished that depraved old man from the land. He returned in strange golden garb with foul demons in tow. They pillaged great Latria, land of the learned, and shut us away in this prison. Since then, they've been feeding off our souls, telling us over and over that if we go above, we will be granted redemption. Viktor, olyan 3-4 este szoktam hetente. Mikor, hogy? I know the truth. The church goddess may die, but never for long. We are trapped below forever. Redemption. There exists no such thing. Telling us over and over that if we go above, we will be granted redemption. Jó, mit el... Ó... 1300. Jó, vegyünk egyet. Ó, van ilyen kis piszkavasa. Nem. Ring of Avarians. Avaris. Obtain more souls when slaying enemies. Mutatom nektek is. Van, nem látjátok? 50 000 soul. Hát, kösz. Thank you. Now I can stay here for a little while longer. Hát, én is gondolkodok, de 50 000 szólt elkölteni azért, hogy több szólunk legyen. Értem én, hogy működnek az ilyen befektetések. De ez most még nem teljesen látszik, hogy megtérül le. Közben várjatok már egy percet, mert eltévedek, jó? Igen, itt van a lyuk, oké. Hú, Shadit Adri, jó, mondjuk az még nem most lesz, de... Ez micsoda? Majd megkérdezem, hogy preprintbe föltöltötte valahova. És ha igen, akkor akkor belinkelem. Mert lehet, hogy preprintben megvan. Esetleg még segít Adri, annyit tudok, hogy elkérem a preziét,
Mert azt hiszem, hát vagy még december volt szerintem, amikor a Oxfordos meetingen ő adott elő, és pont erről beszélt. Majd elkérem tőle. Aztán valahova földobom, lehet, hogy valami linket kérek tőle. Na nyissuk. Gondoltam, hogy lesz egy... Szól. Szól. Csak nem szól. Nem. Ring of Magical Sharpness. Raises magic power. Okay. Köszi, Nevermind a tippet. Dark and Darkent nem szoktunk játszani. Nem. Őszintén szóval most nem is tudom hirtelen, mire, hogy mi az a Dark and Darker. Arról jöttünk, ugye? Nem, arról jöttünk. Okay. Csak nagyit hagyjunk valamit. Igen, jó, jó, jó. Rohadt sötét van. Nem, egy shortcut. Itt egy kulcs. Prison of Hope 1F cella. Ó, ez az első emeletre. Ó, Viktor, értem. Ah. Nem, ránézünk, majd lehet. Ó, várjatok. Itt egy füstkapu. De lehetett amarra is menni. Most azt akarom megnézni, hogy... erre kell tovább menni, vagy... na most fölfele jöttünk, akkor ez már az 5F. Tehát az ötödik emelet, gondolom. Az kicsoda. Jó, akkor erre nem tudunk jönni, ez most kiderült. Lehet, hogy egy kulcs kell az a fickóhoz. De akkor, ha itt most lejöttünk egyet... ez is zárva van. Akkor ez lesz a 2F?
Heavy crossbow. Így senki. Remek, hogy vannak ilyen lövöldözős Józsefek is. Ó, azt most találjuk oda-vissza, mi? És nem volt shortcut. Hogy akkor itt végig kell jönnünk. Pókember után is ilyen labirintus. Remek. De beszartam. Bocsánat. Oké. Azt hiszem erre jöttünk. Lövöldözik alattunk. Azt hiszem, itt van az árus. Így van. És akkor erre jöttünk tovább. Nem rossz a fegyver, meg kell szokni. Egyelőre a damage-e is jó, meg a range-e is, szóval alapvetően rendben van. Picit hasonlít nekem a Bloodborne-os nagy, hosszú nyelű fejszéhez, de azért az metálabb lennél. Jóval. Nagyon szerettem azt a fegyvert. Nem lefele mentünk, hanem erre. Így van. És itt a szól. Szuper. Ez miért ilyen kék? Ez is egy ilyen kolléga? Jó, ez a 2F.
Ilyen hosszú... igen, igen, hát... ja. Foghatná a végén, vagy ilyesmi, csak... hát, na mindegy. De ezzel most mit csináljak? Ezzel nem tudok mit csinálni. Zárva van. Lesz Bloodborne is, Edith Adria. Az összes ilyen Soulsborne játékot végigjátszuk. Ami From Software-es. Jön, menni fog az is. Csak az még az a kérdés, hogy ezután, vagy a Dark Souls-ok után. Ugye a három Dark Souls az megy egybe. Szerintem a Sekiro lesz a legutolsó. És tényleg az a kérdés, hogy... hogy ezután legyen a Bloodborne, vagy a Dark Souls-ok után. Az nem tudom mi ott. Dark Souls-ok után? Jó. Nekem mindegy. Annyi ugye a Dark Souls-ok azért... tehát az hosszú lesz a három Dark Souls. DLC-kkel mindenne együtt az... az hosszú lesz. De ide most miért tudok bejönni? Itt nincs semmi. Kivéve a párhuzamosan játszod őket gitárral, harmonikával és dancepaddal. Na. Dark Souls 1, 2, 3. Gitár, harmonika, dancepad. Remek. Így egyszerre. Az a baj, hogy csak két gépem van. Lehet addig veszek egy Steam Deck-et, és akkor lesz három. Megjelenési sorban. De az úgy... jó, mondjuk az, hogy Dark Souls 1-2-3 sorban az igazából mindegy. Már abban az értelemben... vettünk fel megint páncélt, ezt majd, ha hazamegyünk, meg kell nézni. Hogy ott a Bloodborne nem a Dark Souls 3 előtt jelent meg? Most lehet, hogy rosszul emlékszem. Már nem tudom az éveket, hogy pontosan melyik mikor jelent meg. Sincs semmi. A remasterdel fogunk játszani a Dark Souls 1-be. Az biztos. Hát itt is, ha most megjelenési sorrendben lett volna, akkor ez lett volna az utolsó. Azért mondom, hogy a DS3 mellett jelent meg a Bloodborne, szóval... Az úgy nem az igazi. Ez nem tudom, hogy micsoda. Megittuk, nem történt semmi. Ó, nincs healünk. Meg fogunk halni.
Hogy véke tűzre? Megnézhetjük. Csak egy volt nálunk. Különösebben nem hatotta meg. Meghurt. Rengeteg HP-nk van. Szerintem ez a játék is olyan lesz, mint a Bloodborne volt, hogy az első mappon kellett farmolni healt. Oh shit. Jó, visszarakom. Így. Szóval az első mappon kellett ott is, ott lehetett healt farmolni. És tényleg így végigmentél 2-3 szót az első részeken. És ilyen 30-40 healt simán fölvettél. Hát akkor itt is az kell majd. Meglátjuk. Na jó, azon kívül, hogy dobott 1000 szót, nem igazán történt semmi. Ugye itt végigjöttünk, akkor megyünk tovább. Bejövünk ide mögé, vagy erre a részre, hogy itt mi van. Ott van egy gyík. Ott zsizseg. Én félek. Mi a jó Isten ez? Ide ennyi HP-val. Írtam a hajléktalanokat. Hát ez inkább börtöntöltelékek, de... Ja. Igen, ez így gyanús amúgy, hogy itt mi van. Fall Guys az biztos lesz. Az nyugodt lehet. De mondjuk ez nem baj. Itt akkor itt ennyi. This is so hard. Ja. Mondom, ide. Ide nem. Főhősünk ide nem tud följönni. Semmi baj. Legalább most már van több életünk. Igen, van HP-ja. Ó, azt megint találjak oda-vissza.
shit. Ó, ezt nem hiszem el, bazd meg. Bocsánat. Ez nagyon szomorú. Kapkodok, az a baj. Hát mindegy, először buktunk, szólt amúgy. Már így leszámítva az ilyen aprót. Azt nem tudom, hogy hogy nem talált el, de mindegy. Most mi történt? Eddig ezekkel semmi baj nem volt. Ennek így nem nagyon örülök, amúgy. Főleg úgy, hogy tényleg HP, tehát nincs healünk. Ja. Kért egy cigit, buszjegyre kellett. Így spice van nála, ahelyett, hogy heal lenne. Lefele? Ja. Igen, az Old Spice az a British Old Spice. Mert hogy ilyet, hogy old ilyet nem mondunk, mert milyen bunkóság. Aged. Akkor kinyírom. Ja igen, nem akartak fizetni a reklámért. Én nem adom a nevem egy ilyen játékhoz. Ó, nem már. Respawnolt a bugyesz. Szerintem nem öljük meg megint. Azt tudom, hol jártunk. Ja, igen, itt. Itt volt Fall Guys. Oké, a korlát megfogja a lövést. Akkor lootolunk, meg megyünk tovább.
Egyelőre még oda nem megyünk ki ahhoz a lövöldözős nagy izéhez. Körbenézünk itt. Itt sincs senki. Oké. Mi nem nézek a lábam elé? De komolyan. Nézem a jó oldalát, lassan kívülről tudom a pályát. Fresh Spice. Nem tudom, hogy el lehet ezeket adni, de mindet el fogom adni. Az biztos. Lassan amúgy egy shortcut jó lenne. Most azon gondolkodok, hogy ott a Artstone-tól, hogy megindulunk, hogy másik irányba le lehet-e jutni ide. Mert ugye vettünk fel azóta kulcsokat. Se lehet továbbra se kinyitni, ez valószínűleg másik irányból lehet majd. A Spice az MP-t a varázsláshoz, ami kell, azt növeli. Vagy hát állítja vissza, szerintem a kék csíkot, amit látsz itt a fejem fölött. Hát nem fett fönt a... ott. Jó, itt a bugyesz. Megvan a szól, itt estünk le. Igen, jó, akkor megyünk vissza. Jó, és akkor erre jövünk tovább, mert másfele nem tudunk. Hát, őszintén szóval én nem tudom, hogy itt mit kéne csinálni. Szerintem ez elkezd rám lőni egyből. Dodzsog. Ki kéne dodzsolni. Vagy pajzsal. Jó, akkor gondolkodok rajta egyébként. Valahogy a pajzsot mindig elfelejtem. De lehet, hogy itt a pajzs sem működni, mert eléggé... agilis elő. Cikázva.
cikcak. Meglátjuk. Kipróbáljuk azt is. Az a baj, hogy szerintem most a szólókat azt oda tette le. Nem mindegy. Erre? Tényleg eltévedek. Nem erre. Ja, de erre. Itt a bogyász. A szólókat. Hát meglepődnék, ha ez a pajzs ilyenne valami. Jó, csak arra lehet menni. Ez tuti. Oh, Okay. Be lehet állni mögé. Ott nem sebzett. Viszont a pózunk az nagyon kevés, és azonnal posture break-el. Tehát egyet ki tudok védeni a pajzsal, csak... Hát nem posture break-el, hanem ez a... Na, tudjátok. Visszahőkölök. Jó, be lehet állni mögé. Csak ügyesen kell. Igen, ez a watch your posture. Én is mindig elfelejtkezek magamról, aztán... Utána meg jönnek a hát problémák. Jönnek, már vannak. Szerzek egy beépített masszőrt. Hát igen. Ez mondjuk nem lenne rossz, bár...
A helytelen tartásra a masszőr nem sokat tud szerintem tenni. Most nem jó. Most valamiért nem volt jó. Meg is öl. Most nem tudtam beállni mögé. Oh. Csak dodge-olni kéne. Vegyem fel az első lootot. Mert valami hasznos... Hasznos cucc lesz? Megnézzük. Ez egy kulcs valahova. Warden's key. Hát ez a Warden az a, az ilyen börtön őr per vagy igazgató. Két korábbi zárt ajtóhoz. Aha. Akkor eljünk vissza. Shit. Nem tudom, miért nyitottam ezt ki. Hol a lépcső? Fölfele. Erre, ugye? Igen, itt tudom, volt két kapu. Nem itt, hanem még egyel föntebb. Viszont, hogy ez Warden's Key, akkor ennek minden nyitnia kell. Oké. Okay. Kinyitjuk a másikat, és akkor ide bejövünk. Megnézzük, hogy ez... Csak legyen kinyitva. Mondjuk az item megvan, szóval tök mindegy, de... Szól.
Nem értem oda. Meg is jó. Jó. Ah, shit. Nem baj. Kinyitottuk a kaput. Azt hittem le tudom rásolni, de túl messze voltam. Ja, keblére ölelt. A kamera ez néha zseniális dolgokat csinál. Mondom, itt spice-t lehet farmolni. Nagyon jó. Gondolom, aki varázsló, ennek nagyon örül. Na, healt meg az első mappon lehet jól farmolni. Mert lehet, hogy ha nagyon unatkozok, akkor elmegyek egy kicsit streamen kívül. Na, erre kéne írni egy botot. Ja, fia az Elden Ringbe. Igen. Ad egy ilyen permanent nerfet a HP-dra. Hűha! Ketten voltak. Hát nem permanent, igen. Ja. Igaz, nem permanens volt. Ez ugyanaz, csak a másik kapu. Igen. Ja, ezt is kinyitotta ugyanaz a kulcs. Jó. De mindegy, adta hozzá az itemet is, amivel le tudod szedni a nerföt, szóval no problem. Zöld cuccot nem lehet-e szétvenni? Nem tudom. Következőnél megnézzük. Itt vagyunk mögötte. Itt van füst. Menjünk el fölfele. Azt hittem ez valami volt, de semmi különös. Menjünk fölfele.
Hát végül is valami volt. Azt hittem, hogy valami olyan, ami... Ott egy item. A fog a nagyasszonyhoz visz. Ilyen boss mem? A börtön boss mem? Ezek a világ leghosszabb folyosója volt. Ja, balista. Lehet, hogy akkor lemegyünk oda is. Imperial Spy. Ez is egy armor set. Ez meg egy templom. Jó, és akkor itt most vissza kell mennünk. Mert itt másfelé nem lehet menni. Ahogy láttam. Most jövök a templomból, így van. Hát igen, From Software játékba kell, hogy legyen templom, tehát olyan nincs, hogy nincs. Oké. Jó, és ezt itt valahol ki lehet kapcsolni? És ez kikapcsolva is marad. Akkor én itt végig lootolok. Soul. Patkánygyűrű. Attack power raises when HP is at 30% or lower. Akár még jól is jöhet. Szól. Ephemeral Eyes. Jó. Remek. Hát egyelőre nincs gond a damage-el. Na várjatok. Plusz 50% sebzést ad? Aha. Mondom, egyelőre nincs gondom a damage-el. Majd hogyha úgy alakul, hogy valami combosabb enemy jön, akkor fölvesszük. A HP-m gyakran elég kevés. Hát mondjuk ez igaz. Jó. Na menjünk ott tovább. Itt a... az asszony mellett. És akkor arra be szerintem... Hát igen, az visz be a templomba. Tehát az a templom, amit láttunk. Hát
Hát igen, amúgy alapvetően az összes HP-m a kevés, nem a 30% alatti része. Azt az ez mi volt? Ez egy invade, ugye? Semmi baj. Nem tudom néha mi van. Tehát így... Jó, hát... Előfordul az ilyen. Hát igen, igen, a heal az anélkül nehéz. Egy kicsit. Ó, tényleg. Na jó, szétcsapok most már egy ilyen izét. Semmi nem történt. Nem tudom, ha mindet szétcsapom, akkor lesz-e valami. HP-t tölt. Hát az több mint meglepő lenne. Nem mondom, hogy kizárt. Erre kell jönnünk, ugye? Hoppá. Ha szétlövöm őket, oda csalja a polipokat. Hmm. Jó. Nem tudom, hogy ezzel az invaderre mit csináljunk. Elég kemény tökűnek nézett ki. Meg kéne ölni. Hát igen. Az mennyit lesebzett? Basszus. Ó, basszus. Igen, neki gyorsabb az atakja. De egy lövés mennyit leszedett?
Egy crossbow leszett 90%-át a HP-nak. Ó, és ezt most hogy oldjuk meg heal nélkül? Oh, shit. Ez szívás lesz. Hát erre kéne jönni segítedre az a helyzet. Megoldjuk valahogy. Csak jó lenne egy kis HP. Vagy heal, na. Hát lehet, hogy... Hát igen. Lokon segít, főleg, hogy van nálunk pajzs. Hát lássuk. El fog tartani egy darabig. Próbáltam izélni, hát ha lehet perizni vagy ilyesmi, de nem sikerült. De ja, valami ilyesmit kéne, csak... Meg kéne találni a pontot, ahol közben lehet ütni. Sokkal gyorsabb az atakja. Ja, kis dagger-rel van, vagy nem is tudom mi az. Ilyen se volt még. És meg is a... Ajaj. Hát esetleg olyat tudok, hogy... kicsit úgy bebételem, hogy messze megyek. Hát, ha előveszi a crossbow-t, elkezd lövöldözni, és akkor odaszaladok, beleütök 2-3-at. Mert neki is folyamatosan fönt van a pajzsa.
Tehát vagy fönt van a pajzsa, vagy hadonászik a kis bökőjével. Szóval esetleg úgy lehet, hogy elszaladok. Megpróbálom azt, hogy elővegye a crossbow-t. És akkor közel megyek és megütöm. Nem hiszem el. Itt vagyok, te hülye! Istenem! Ezt elkezdte rágcsálni ott a hordót. Csak lehetne itt igazán egy shortcut valahol. Na, lássuk. Nem veszi már le a crossbow-t, mi? De. Érdekes. Na gyere, Gizi! Erre, gyere! Na. Oké. Érdekes volt, hogy szaladt utánam. Így nem különösebben. Ephemeralize, Mulation, oké. Tehát, hogy akkor úgy nem védekezett, és akkor közbe lehetett ütni. Jó, menjünk tovább. Szerintem elég lesz a háping, nem?
Fool's Idol. Érdekes. Ó. Így varázsol. Semmi baj. Semmi baj, jól vagyok. Oké. Jó. Varázslós. Hát, segít Adria a dizájnnal sose volt gond, így a Souls-like gémeknél, vagy ezeknél a From Software gémeknél, már így a nem is design ez, hanem ez a látványvilág. Artwork, talán ez a legjobb szó rá. Jó, akkor ez egy varázslós néni. Az ő, hogy megint van háping. Na, köszi Nevermind. Mondjuk ez már a puzzle-nak a megoldása. Ami már pont több info, mint kéne. Semmi gond. Megint alig van háping. De azt nem tudom, hogy... Még volt fönt egy csomó ajtó, hogy... Azokat akkor nem lehet kinyitni. Mondjuk Warden's Key van nálunk, lehet, hogy ez mindennyit. Na mindegy. De nem volt, hogy nem láttam, nem volt ott a padlón a jel. Vagy én néztem el. Vagy akkor rakta le a jelet. Nem az a bajom, hogy meghalok, hanem hogy végig kell szaladnom mindig ezen a
amikor odaértem, akkor rakta le. És kinyírni ezeket a gyökereket. Nézd meg most is, ezt nem hiszem el. Ah, meg is halok inkább. Tehát eddig, ha amikor beleütöttem, akkor utána nem tudott atakolni. Most már tud. Vagy valamikor tud, valamikor nem. Mondjuk azt nem tudom, hogy mennyire random, hogy hova rakja le a jeleket. De gondolom az is random. Mi lenne az? Ha ugyanoda rakná, rohadt unalmas lenne. Ezt is, amikor, mondom, hogy szidják a RNG-t, hogy ó, az RNG így úgy amúgy, hát véletlenszerűség nélkül rohadt unalmasak lennének ezek a játékok. Minden boss mindig ugyanazt csinálná. Ugyanabban a sorrendben. Hát könnyebb lenne, meg rohadt unalmas. Így van, itt például ott a Cat Mario, így van, az csak elsőre idegesítő. De azok más jellegű játékok is ilyen szempontból, mert ott az tényleg úgymond ritmusra van, ugyanúgy, mint a, hát nem csak a Cat Mario, hanem a Super Mario is, meg ezek, hogy megvan, hogy mikor jön, tehát ott megvan a úgymond a kotta, hogy mikor mi történik. Itt is ugye ezeknél a moboknál, akik csak így jönnek, mennek, ott is megvan a ritmus, hogy megy, mit jár, őrözik, mit, tehát az megvan. Ugye a bosszoknál van RNG, hogy amúgy rohadt unalmas lenne. Tehát ez, tudod, egy idő után megtalálja, első atakja ez, a második az, a harmadik amaz. Akkor tudnád, hogy mit csinálj. Nem azt mondom, hogy feltétlenül könnyebb lenne, bár valamelyest könnyebb lenne, inkább az lenne a baj, hogy rohadt unalmas. Most eljünk erre. És ez a baj, hogy nincs healing. Oh shit.
Keressük meg itt a boltost, annál van heal. Menjünk már ide a Gizi nénihez, nem tudom már, hogy hívják. Az ott volt, ahol a nagy bogyász van. Veszünk tőle healt. Ha oda találunk. Lefele le kellett menni, tehát nem megyek be a kapun. Hanem megyek tovább lefele. És akkor ott lesz. Csak már nem tűnik vészesnek a boss, csak... Hát ez mit kovályogott? Meg egy-két heal azért jól jönne. Alapvetően. Nem kéne közben meghalnom, így van. Tehát... Ez a cél. Hogy úgy öljük meg a boss-t, hogy mi nem halunk meg. Vagy, ha bele is halunk, ő is dögöljön bele. Mint hogy ugye a Tower Knight is ilyen volt. Na és itt kell menni tovább lefele. Igen. Csak meg közben el is felejtettem a pályát, de erre, azt hiszem erre kell jönni. És akkor itt lesz lent a bogyász. Így van. És elvileg... Valahol itt lesz... Itt lesz Gizi néni elvileg. Hát... Vagy nem. Nem. Itt volt Folge... Akkor rosszul emlékszem. De akkor hol van? Akkor föntebb lesz még. Lenne jobbra, vagy mi balra. Nem. Ezek már ilyen kis cellák, akkor föntebb lesz. Jó, nem baj, legalább nem kell visszamennünk gyalog. De azt tudja, hogy nem ezen a szinten volt, hanem egy lentebb. Mármint legalábbis... Egy fentebb. Most már ki tudjuk nyitni a többi cellát is. És tényleg. Ezt eddig nem tudtuk kinyitni. Secret Dagger.
claws. Ja, működik a kulcs egyelőre. Nézzünk szint. Ez nyitva van. Mindenhol nem fogok bemenni, csak ami... ahova még nem voltunk. Hát akkor ez ennyi. Shit. Beakadt a vége. Ez érdekes volt. Oké, még erre nem jövünk. Jövünk erre. Hello? Oh, it's you. Well, that's quite all right. I wish to stay here, but I need souls to remain sane. As you know, of course. Tudom, nem erre kéne ezt használni, de... Oh, it's you. Tehát 70 deka cucc nem fér be. Well, that's quite all right. I wish to stay here, but I need souls to remain. És akkor mi a tökömet csináljak? Fresh spice. Tegyem fel a gyűrűt. Adjak el valamit itt. El lehet adni valamit? Van 16 dobókésünk. Dobáljak el szemetet. Hogy lehet eldobni. Oh, it's you. Négy. De lenne több, csak ennyi fér be. Még kettőt kéne venni. Thank you. Now I can stay here for a little while. Oh, it's you. Na most. Thank you. Now I can stay here for a little. Kösz. Na próbáljuk meg ezt a boss mangot.
Várjatok. Nem tudom kinyitni. Lehet, hogy ez akkor nyílik ki, amikor meghal a boss, gondolom. Na mindegy, menjünk tovább, meglátjuk. Hova megyek? Egy fura, hogy nem lehet kinyitni ezeket a kapukat. Lehet, hogy valahol máshol is lenne még kulcs. Na mindegy, próbáljuk meg a boss-t. Ez ugye full HP-t ad, ugye? Vastly recover. Hát lehet, hogy nem fullt, de valamennyit. Semmi baj. A padoktól nem tudok menni sehova. Shit, shit, shit. Nem ez az. De melyik az? Ez volt az. Hmm.
Hogy mi? Ez kicsoda. Baby's nail. Ó, ez is egy bökő. Hát jó. És akkor itt más nincs. Baby's nail volt az invader. Oké. Így Spicerem. Pont erre voltam most egyébként. Jó, hát akkor ez ennyi. Érdekes. Semmi baj. Meg is halunk. Oké. Hát igen, mert nem volt... az volt a gyanús, hogy megöltük, de nem volt semmilyen, hogy... Hogy meghalt. Tehát akkor valamit még meg kell ölni. Meg nem tűnt el a köd, így van. Tehát akkor a templom fölött van még valami? Tehát ahogy tudunk, hát ott végig mentünk a... Valamit nem vettünk észre. Gondolom valamit nem vettünk észre. Jó, akkor fölmegyünk oda. Hó, csak megint nincs healünk. Na mindegy. Fölmegyünk oda. Most nem okosan játszok, az a helyzet.
Nem tudom, hogy nem haltam meg. Miért lőtt kétszer? Na igen, nem kúpolt meg. Lőtt és... Ó, azt mondja, ez nem kell nekem, mert kurva büdös. Na mindegy, följövünk. És körülnézünk még egyszer. Ennél föntem nem lehet menni. És itt, hogy valamelyik életben van. Mindegy, bemegyünk a templomba. Kösz. Hát, én nem tudom. Így... Oh. És azzal mit csináljak? Valahogy át lehet oda menni? Vagy lövöldözzünk? Nem is tudom, hogy tudunk-e... Csapjam szét, de az át kéne oda menni. Nincs ammunk, mi? Nem vettünk föl heavy crossbow. Nem vettünk föl ammót. Ó. Oh. De ezzel nem lehet célozni. Beleakad a korlátba. Na jó, az a kérdés, hogy hogy jutunk oda át. Kell találni oda egy utat. Vajon a templomból föl lehet menni? Tehát bemegyek a boss roomba és fölmegyek? Vagy még előtte kell... Ezt nem tudom, miért csináltam. Mert akkor azt meg kéne találni, hogy oda hogy jutunk fel.
Hát csak nem onnan. De azt hogy nem vettem észre, hogy oda, hogy ott föl lehet menni? Nem erre, hanem erre. Igen, erre nem lehet jönni. Ezt teljesen elmisszeltük. HP megint rengeteg van. Visszafele fölvesszük. Na lássuk. Gondolom nem lesz olyan egyszerű megölni. Hello? Ah, tévedtem. Special key. Na, akkor lehet, hogy ezek nyitják a... A Shady Todri online játszunk, és Souls game-ekben láthatóak. Na, Fall Guys. Videos Lotus. Na. Visszamegyünk az Arstonehoz. Nem tudom, hogy most más-e a cutscene, de szerintem nem. Csak megvárom hátha. Elég az a HP, csak be kell osztani. Konkrétan ennyi HP-ba vánsatolni tud. És amilyen ügyes voltam a korábbi boss fightoknál, vánsatolni fog. Azért mondtam, hogy visszamegyünk az Arstonehoz. Erre gyorsabb. Ez mi? Oh, that's a bit of a surprise, mate. Már rendesen. Nem baj, visszamegyünk Gizi nénihez, veszünk HP-t. Vagy healt.
Hol is volt? Itt hallom, hogy énekel. Itt lesz, igen, igen, igen. Kell törnünk egy ilyet. Oh, it's you. Hát négy talán elég lesz. Tudok többet venni, mert nem nagyon akarnék több szólt erre költeni. Így is több szólt költöttünk, mint kéne. Ezeket szintlépésre kéne költeni, nem hírre. Többen ami nem lesz, és akkor most mehetünk be. Hát ez a Spice ott marad most. Annyit ad a boss? 16 ezeret? A bosszollal együtt gondolom. De miért állok bele? Nem ez volt. Ez volt talán. Shit. Nem.
Nincs healünk, nincs több. Jó, amúgy nagyjából látom már, hogy hol vannak a... azok a zöld körök, amik ugye... röghöz kötnek, illetve hol nincsenek pontosabban. Ott, hogy bemegyünk, hogyha jobb oldalon vagyunk a templomba, akkor ott, ott lehet közlekedni. Mert ott nincsenek. Hát nagyjából level mind, igen. Tehát, hogy nagyjából hol vannak, hát ettől még bele fogok szaladni szerintem. Egy-kettőbe, de... látom, hogy hol lehet úgy nagyjából közlekedni. És akkor így meg lehet oldani. Szerintem heal nélkül is. Vagy legalábbis megpróbáljuk. Megseggezzük. Ezt a négyet fölvesszük. Pont ez pont kelleni fog. Pont nem lesz jó, mi? De. Így spice. Vagyunk. Mondom, ott jobb oldalon megpróbálunk közlekedni. Ugye ott a bal szélén is ott az oltár felüli végén van egy. De az annyiból jó, hogyha abba belemegyünk. Na vajon most respawnolt fönt a izé, vagy nem? Csak nem. Respawnol-e fönt a... József, ezt megnézzük. Ha megölöm a bosst és újra spawnol, akkor megőrülök. Ezt megnézzük. Ennyit megér. Spawnol. Jó. Hol volt? Itt volt valahol a ugri-bugri. Igen. Oké. Na hát nézzük.
Próbáljunk meg okosan. Nem tudom melyik a... Ez lenne. Nem. Szerintem ez lesz az. Az igen. Kört elfelejtettem, hogy itt is van egy. Na jó, megpróbáljunk még egyszer. Aztán ha nem megy, akkor mára megállunk, én meg elmegyek HP-t farmolni, vagy healt farmolni. Hát igen, a heal kéne. És megint törjünk be. Shit. Na jó, elmegyünk venni healt. És akkor tényleg ez az utolsó próba. Több heal, több szólt nem akarok erre költeni. Semmi baj. Ráadásul ez bosszol. Hát ez 2000, ez nem valami sok. Mondjuk... Oh, it's you. 3, miért csak? Ja, 3, igen. Jó. Thank you. Na hát, ha így már.
Hova jövök? Ide. Így már jó lesz, érzem. Tactics végül is megvan. Meg egyszer már megöltük. Hagyjál! Az. Az nem tudom, random volt-e, hogy hova spawnol. Az aktuális. De hogy pont ide tette mellém, az valami iszonyat mázli. Hello! Na, jó van, akkor ez a boss is megvan. És biztos megvan, mert ismét human formba vagyunk. Na, nézzük még itt szét. De akkor itt most... Nincs árgy. Ó. Well. Hát ők felhoztak ide. Ó, és itt az Arstone, oké. Jó. És akkor ez már Upper Latria. Na, hát akkor ez a pálya is megvan. Lehet, hogy még visszamegyünk. Ha visszatudunk, mármint azért, hogy ott azért felvettünk egy ilyen special key-t, és lehet, hogy azzal ki tudnánk nyitni pár dolgot. Azzal lehet, hogy ki tudnánk nyitni pár dolgot. Meglátjuk.
Nem beszélek eleget a kék fickóval. Na. Who are you? I don't remember anything. Hát ezért beszélek vele? Azt se tudja, ki vagyok. Who are you? I don't remember anything. Na, lépjünk még szintet. Then touch the demons. Hát egy három szintet szerintem tudunk lépni, kettőt, hármat. Kettőt tudunk. Menjél egy kis HP. Ártani nem árt. Jó. Oké. Art thou finished? May thy strength. Várjál, beszélni ezzel nem tudunk valamit. Thou see, then touch the key. I keep the candles lit and serve the brave kings. Jó. Wait, where am I? Nem tudom, hogy fejleszteni tudunk-e. I can forge weapons for you. Repair, azt tuti kell. Oké. Upgrade. Nem, nem tudunk. Jó, nem is baj, mert lehet, hogy nem is ezzel nem is ezzel megyünk tovább. Vegyünk a road. Vettünk egy pár darabot. You come back alive. Jó. Na. Oké is. Akkor itt meg is állunk ma. Haladtunk. Volt a boss fight is. Le is nyomtuk. Nagy nehezen. Úgyhogy akkor mára itt meg is állunk. Legközelebb szombaton, ha minden igaz, szombaton folytatjuk a Demon's Souls-t, de figyeljétek a Discordot. Programot még nem írtam ki jövő hétre, mert elfelejtettem. De holnap is lesz stream, holnap hát a már korábban elkezdett és megígért termivájjal fogunk játszani. Elkezdjük előről, mert már nem emlékszem, hogy mi volt a plot, egészen pontosan olyan régen játszottunk vele, úgyhogy előről kezdjük. Különösebben sok dolog nem ismétlődik már, mint olyan értelemben, hogy körülbelül ilyen másfél óra körül lehet az, amit újra kell játszanunk. De nem baj, újra játsszuk, megnézzük újra, és akkor ugye ezt a ti kértétek rovatot folytatjuk. Na, én nagyon szépen köszönöm a ma esti kitüntető figyelmeteket. Legyen, hát, kellemes hétvégétek még erre a pár órára. Jövő hétre meg kellemes hetet kívánok. Addig is szép estét, találkozunk holnap. Sziasztok!